Sziasztok! Ma megtanuljuk, hogy lehet IIS-t hozzáadni a Windows szerverünkhöz. Megnyitok egy távoli asztalt, ez egy Windows Server 2016. Megnyitottam egy Server Manager-t. Rányomok az Add Roles and Features-re. Kiválasztom a Role Based-et. Ehhez akarom hozzáadni. Innen kiválasztjuk a Web Server IIS-t. Nyissuk le a 4.6-os .NET frameworkünket, válasszuk ki az ASP.NET 4.6-ot, illetve a WCF service-ekből az összeset. Jó, innen válasszuk ki a HTTP redirection, health and diagnostics-ból az összeset, a security-ből is az összeset, application development-ba a régebbieket ne, de az összes többit igen, CGI-t is. Innen válasszuk ki a manager service és a script and tools-t, hogy távol is hozzáférhessünk, és nyomjunk rá az installra, ez el fog tartani néhány percig. Nyissuk meg az IIS-t, nyissuk meg a manager-t, és állítsuk be a default website-unknak a bindingját, méghozzá erre az IP címre. Ugye a szerverünknek most nincs hozzá kötve domain, így csak IP címmel fogjuk tudni elérni kívülről. Ellenőrizzük is le. Most láthatjátok, hogy működik. Remélem tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel, ha szeretnétek még ilyen videókat.